Basszátok meg! Valaki ezt írja, nem én mondom. Nem azért iratkoztam fel, hogy lássak egy unalmas embert, csak azért vagyok még feliratkozva, mert a mindennapi kalandjaitokat elmeséled, vagy bemutatás, minden érdekes dolgot Ausztráliában, remélem visszatérsz a régi tartalomhoz. Aztán! Úgy gondolom, hogy ezek a mostani videók már nagyon messze vannak attól, amiért én feliratkoztam a csatornára. Már semmi másról nem szól, csak hülyeségekről, vagy lehet pár hónap múlva visszanézek. Leiratkoztam. Hello, szia, szevasz, üdvözlök mindenkit. Ezeket a kommenteket kaptam körülbelül a tegnapi videóra. Tegnap ugye megosztottam ezt a tárgányítós autós videót, mikor volt ez a tárgányítós autós kihívás, és nagyon sok ember rosszul fogadta ezt a videót, meg az utóbbi több videómat, meg az új csatornákat, meg hasonlókat, tehát erről szeretnék nagyon kicsikét beszélni nektek ma. Ahogy láttam, nagyon sok embernek ugye nem tetszik, és mondták, hogy leiratkozok. Ahogy szoktam mondani, hogyha nem tetszik, nem kell nézni, nyugodtan iratkozzál le, nekem ezt nem kell bejelentni, hogy leiratkozol meg, vagy visszanézel, engem nagyon nem érdekel. Tehát én akkor is készítettem videókat, mikor csak 300-an voltunk itt a csatornán, most, hogy így 50 ezer feliratkozó van, én most is ugyanúgy készítek videókat, mindenféle fajta videót, ahogy szoktam mondani. Nem tudom, hogy ti, vagy ezek az emberek, akik írták ezeket a hasonló kommenteket, gondoltak-e arra, hogy én néha szeretek azért olyan videókat is filmezni, amiket ugye én szeretek, és nem mindig csak elmenni és megmutatni a kengurút, a tengerpartot, mit ettem, mit ittam, mikor mentem WC-re, és hasonló dolgokat. Ugye mostanában a videók egy kicsikét másabbak, mert szeretek belerakni zenéket, jobban megszeretem őket vlogdosni, és nem csak egy ilyen, hogy felveszem a kamerát és filmezek egyfolytában, meg beszélek. Tehát ezek a videók mostantól ilyenek lesznek. Hogyha nem tetszik, nem kell nézni, de hogyha ennyire nem tetszik senkinek sem, én abba hagyom nyugodtan ezt a csatornát, tehát mindegy, hogy ezeket a videókat én ide erre a csatornára gyártom, vagy az új csatornára rá, vagy az új csatornára gyártom, vagy a legeslegrégi csatornára gyártom, ugye ennek előtt nekem volt egy másik csatornám is, amit 2006-ban kezdtem el, ahol egy ideje ugye nem töltöttem fel videókat, mert nem volt időm, mert mindig egy erre a magyar csatornára készítettem videókat, tehát nekem mindegy, hogy hova töltöm fel ezeket a videókat, csak gondoltam, hogy nem mindig azt mutassa meg, hogy hova megyünk, meg mit csinálunk, mert én élvezem készíteni ezeket a videókat, és amíg a Lucas-szel csinálunk, hogy tárgyalatos autóval ugratunk, meg megyünk, meg hasonló dolgokat. De hogyha ti nem élvezitek, ahogy mondtam, akkor mostantól ezen a csatornán nem lesznek videók, vagy lesznek maximum hetente, vagy lehet, hogy havonta egy videó, mikor bemutatom, hogy éppen most lementünk a tengerpartra. Aztán ugye azt is mondtátok még, hogy most már nem fogom bírni, mert erre a csatornára sem fogok tudni készíteni, azért így néznek ki ezek a videók, hogy kinéznek. Én nem tudom. Szerintem a mostani videók sokkal többet foglalkozik a mostani videókkal, mint előtte. Ugyanis a mostani videókat ki kell gondolnom, hogy hol teszem a kamerát, mit veszek fel, hosszabban ideig tart megvágni, zenére megszerkeszteni, és szerintem véleményem szerint sokkal, de sokkal jobban néznek ki, és érdekesebbek, mint ha csak felveszem a kamerát, és megyek, és beszélek így nagyon hülyeséget így a fejemből, aminek szerintem értelme nincsen. Már megmutattam a tengerpartot, megmutattam a kengurukat, a koalákat, hogy mit ettem, mit ittam, ugye ahogy mondtam, a minden hasonló dolgot. Tehát ezért szeretném egy kicsikét más irányba is készíteni ezeket a videókat, más irányba vinni ezt a csatornát, nem tudom, hogy mondjam, nem egészen más irányba, tehát eddig is voltak kihívásos videók, eddig is voltak kóstolós videók, és ezek mellett, úgy ahogy most is vannak mindennapos vlogos videók is, tehát a héten is volt 2 darab vlogos videó, tehát nem értem, hogy, na minek. Aztán az angol csatornán ezentúl is fog megosztani angol videókat. Ott nem lesznek magyar videók, csak is angol videók lesznek. Láttam, hogy mindenki írta, hogy itt csak magyarok vannak. Igen, most négy csak magyarok vannak, de egy ide után, mikor a YouTube kereső megtalálja ezeket a videókat, szépen elkezdenek feliratkozni a külföldi emberek is, tehát a világ minden részéről. Én csak gondoltam, hogy ezt a csatornát megosztom veletek is, hát valakit érdekel, hogy hogy készülnek ezek a videók angolul, vagy éppen, hogy mi mást csinálunk, és csak angolul videózom ezeket a dolgokat, de lehet, hogy nem kellett volna megosztani, ugyanis nagyon sok ilyen hülye kommentet kapok hozzá, hogy a videónak a minőség, ahogy mondtam, most már nem olyanok, mert nem törődsz annyit a csatornába. Amúgy mindig látások, látod, tiszta piros az orrom, csak kifújtam. Aztán a játékcsatorna. A játékcsatornán lesznek ilyen játékvideók. Én nem tudok játszani, nem nagyon sűrűn szoktam játszani, néha a Lucas-szel játszunk így ketten, és gondoltam, hogy felveszem ezeket a videókat, és rettentő sokan kértétek, hogy mikor lesz játékcsatorna, és mondtam, hogy itt a Magyar Ausztrál Magyarok csatornán nem lesz, mert sok ember nem szeretné, ezért nyitok külön egy játékcsatornát.
Na, hogy ezért miért kell reklamálni, hogy én oda nem fog feliratkozni? Nem kért meg senki, hogy iratkozzál oda fel. Azok iratkoznak oda fel, akik már régóta kérték, hogy legyen ilyen csatorna, tehát őnekik a kedvükbe is szerettem volna járni. És néha töltünk fel oda a videókat, tegnap is játszottunk a Lucas-szel, felvettük. Én nagyon élveztem, főleg a Lucas rettentően élvezte, alig várja a Lucas majdnem minden nap, hogy mikor veszünk fel egy új videót. És megosszuk ti veletek. Tehát ez a két csatorna meg fog maradni. Az Ausztrál Magyarul csatorna, nem tudom, tegnap este elgondolkoztam rajta, amikor írtátok ezeket a kommenteket. Közben jött a Davis is, ahogy látjátok. Tehát tegnap este, amikor kaptam ezeket a kommenteket, meg a sok nem szeretés, elgondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy meg kellene szüntetni egybe ezt az egész csatornát. Mert ahogy mondtátok, most már nem olyan, mint régen, mert másfajták a videók. Ja, reklamálnak, hallod, reklamálnak nekünk. És gondolkodtam rajta, hogy ha ennyire nem tetszik senkinek se, akkor ezt a csatornát lehet, hogy nem kellene tovább csinálni. Tehát azért ma nincsen rendes videó, amúgy ezt a videót nem tudom, hogy most vasárnap osztottam meg, vagy hétfőn, vagy kedden. Tehát amint majd lesz időm megszerkeszteni ezt a videót, majd valamikor meg fogom veletek osztani, lehet, hogy még vasárnap, ma, majd meglátjuk, ha nem, akkor majd holnap, vagy holnap után. Tehát! Szerintem döntsük el, hogy hogyan tovább, ugyanis a videók ezentúl ilyenek lesznek, amilyenek lesznek, lehet, hogy később visszatérek a hosszabb videókhoz, a 20-25 percesekhez, és nem lesz benne zene, egyelőre ilyen videókat szeretnék készíteni. Tehát ha továbbra is szeretnétek ezeket látni, a mindennapos vlogosokat, aztán ilyen játékokat, meg ilyen hülyeségeket, éppen amilyen kedvem van. Ugyanis én mindenféle fajta videót szeretek készíteni, nem csak vlogosokat. Tehát ha továbbra is szeretnétek látni videókat tőlem, akkor ide a videó alá kommentbe írjátok meg. Hogyha nem, akkor holnaptól ez a csatorna megszűnik, és a videók valószínűleg letörlöm őket. De megmarad a játék csatorna, az angol csatorna, megmarad a régi csatornám is megmarad, de ettől a csatornától valószínűleg akkor elköszönünk. Amúgy láttam, hogy nagyon sok embernek tetszett is, tehát nem azt mondom, hogy mindenki most nekem talál, hogy nem tetszenek ezek a videók. Láttam, hogy sok embernek tetszik is, de nagyon sok embernek láttam, hogy nem tetszik. Úgyhogy szerintem döntsük el közösen, hogy mi legyen a jövőben. Mindenkinek további szép napot, mi most vagyunk enni. Sziasztok!